Szeretné családtagjait otthonában gyógyítani? A Safe Laser segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Safe Laser a családgyógyító fénye. Részletes információ www.safelaser.info. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves VNTV nézőket. Juhász Gergellyel beszélgetünk, a Conclude ZRT vezérigazgatójával. Szervusz! Szervusz! A te kezdődés honnan merészkedik, hogy már többször voltál nálunk az évek folyamán, amikor az arannyal, ezüsttel érdekes dolgok történtek, és jó kis tanácsokat adtál a VNTV nézőknek, és ma egy különleges alkalom van, konkrétan az, hogy azt látjuk, hogy a világban az arany árát, és ez még kérdés lesz, hogy lent tartják mesterségesen, ugyanakkor a nemzetállamok egyre több aranykészletet próbálnak felhalmozni, ugyanakkor látjuk, hogy a világon éjjel-nappal mennek a nyomdagépek, amelyek pénzt állítanak elő, annélkül, hogy lenne mögöttük bármiféle fedezet is, és valamilyen módon ennek a lufinak egyszer ki kell durrannia, és akkor egy kicsit az előző évszázad gazdasági válságára, 1933 meg 46-ra emlékeznék, amikor a koronát meg a pengőt söpörték az utcán, és nagyon sok ember gondolkodik abba, hogy az üres papírpénz helyett, ha van egy kis megtakarítása, akkor valamilyen fizikai anyagba, ingatlanba, fizikai aranyba, vagy bármiféle eszközbe tegye a javait a családjának, hogy biztonságot nyújtson arra az átment időszakra, amikor ez a lufi kidurran és valami új világ kezdődik, mert azért mi hiszünk abba, hogy itt lesz még szebb jövő, meg új világ. És na, ezt a témakört szeretnénk körbejárni az aranyról ismert tudásoddal, illetve azok az információkkal, amiket egyébként nagyon nem hallhatunk az újságokból, vagy aki nem olyan mélyen lát ebbe a gödörbe, hogy érzékelje, hogy mi újság van az aranyjal, mennyire érdemes ma még az aranyhoz, hogy bármihez, mihez érdemes nyúlni, gyémántot vegyek, aranyot vegyek, ingatlant vegyek, már akinek van egy kis pénze, mert egy kis tanácsot szeretnék, amiből mindenki el tudja dönteni, hogy hova jusson el a kérdésben. Hát igen, köszönöm a meghívást. Ez nagyon szertágazó volt a kérdés, úgyhogy elkezdeném egy saját gondolatmenet alapján. Tulajdonképpen egy óriási globális kísérlet részei vagyunk mi. Nem csak Magyarországon, hanem ezt az egész világra lehet mondani. Tehát 2008-as válság után ugye a Fed lépett egy óriásit, és elkezdte tulajdonképpen nyomtatni a pénzt. Hát különböző szofisztikált neveket adtak ennek a pénznyomtatásnak, quantitative easing, 1-2-3 fázisban. Ezek már fedezetlen pénzkibocsátás. Igen, tulajdonképpen ezek számlapénzek, amit bekerül a pénzkörforgásba, vagy nem. Tehát, ha hirtelen bekerülnek, akkor nyilván inflációt okoz. Jelen pillanatban ez nem látszódik még, mert a bankokon keresztül, a bankok hitelezési aktivitásán keresztül tudnának bekerülni ezek a pénzek. Mindenesetre a kötvényvásárlási programok révén a Fednek az eszközállománya, tehát rendkívül mértékben megnőtt. Ezt nevezhetjük pénznyomtatásnak is, de nem csak a Fed, hanem ugye látjuk, hogy a japánok, ugye Abenomics néven, ugye a Abe miniszterelnök után szintén egy rendkívül erős pénznyomdát indítottak be, és ugye ezt csatlakozott a Draghi, a Európai Jegybank is, aki ugye kötvényvásárlási programot indított be. Na most azt lehet mondani, hogy amíg ugye 71-ig fennállt az a rendszer, hogy a úgynevezett Bretton Woods, hogy a dollár mögött egy bizonyos százalékban aranynak kellett lenni, hát először 40, aztán 20-ra mondták, hogy 20%-ig le lehet vinni. Jelen pillanatban ez úgy néz ki, hogy soha nem volt még ilyen alacsony. Az arany aránya
a pénzmennyiséghez képest. Konkretizáljuk ezt. Most olvastam egy számot, hogy az USA-ba ahhoz, hogy a Bretton Woods kori állapotot visszalesen állap... Tehát, hogy 20% fedezete legyen. 40%. 40%, igen. Ahhoz, ha jól emlékszem a számra, ilyen elképesztő mennyiségű aranyat kellene tudni mögé tenni, 300 ezer tonnát. Mennyi ma a világ aranykészlete? A világ aranykészlete, ez egy becslés, tehát a világ földfelszíni aranykészletére van egy becslés, ez 180 ezer tonna, de hát ebben benne van a aranyszobor is, a Buddha aranyszobor, meg a... Meg a Szevijába fölkent aranyfreskó. Igen, erről beszélgettünk, igen. Hogy ugye több tonna arany van felfestve például ott egy templomban. Tehát, de azért tájunk meg egy kicsikét, jó? Igen. Tehát Amerika ugye a világ vezető gazdasági állama, akinek egy privát bank, ugye a Fed az ugye ez nem az Amerika állambankja, nyomja szépen a pénzeket, ezért államkötvény cserébe kap, stb. Stb. És ahhoz, hogy ezt a pénzt vissza lehessen fedezettel lehessen ellátni, ennek a világ aranykészletének a duplája kellene, ami nem is áll rendelkezésre, és akkor még csak Amerikáról beszéltünk, és az egész világon, az összes többi országban ugyanúgy ez a fantasztikus fedezetlen pénznyomtatás megy, és ez mi alapján működik? A bizalmi tőke az egyetlen egy dolog, ami ezeket a pénzeket életben tartja. Úgy mondják, hogy tulajdonképpen a piac még bízik a jegybankárokban. A jegybankárok nyilatkozatait kereskedi most már a tőzsde gyakorlatilag évek óta, tehát azt figyeli, hogy mikor ki nyilatkozik, melyik jegybankár, és várhatom, mit fog mondani. Tehát lassan fontosabbak lesznek ezek a jegybankári nyilatkozatok, amiből arra következtet a piac, most például a kamatemelési sztori van napirenden, hogy lesz-e kamatemelés az idén, vagy nem lesz. Semmint a gazdasági adatokat. Na most, és azt szokták mondani, hogy abban a pillanatban, ahogy azt gondolja majd a piac, hogy a jegybankárok már nem tudják kézben tartani a folyamatokat. De a jegybankárok is hiteltelenek, nem csak igen, a többi. Igen, akkor borulhat a tulajdonképp a pénzekbe vetett bizalom. Tehát ugye láttunk egy, 2000-ben láttunk egy úgynevezett dotcom lufit, amikor a technológiai szektor hirtelen kipukkadt, úgymond egy nagyon hirtelen felfutás után egy óriási esés volt, és viszonylag nagy cégek akkor elhullottak. Aztán ugye láttuk a ingatlan jelzálog kötvény kipukkanás 2007-2008 őszén, amiben a Lehman belebukott. Kína az egy nagyon érdekes sztori, de most ugye az látszódik, hogy extrém szinteket értek el a kötvény árfolyamok, tehát gyakorlatilag rendkívül túl vannak értékelve nem csak a vállalati kötvények, hanem az állampapírok is, tehát rendkívül túl vannak értékelve. Tehát egy német államkötvény a nyáron ugye negatív kamattal forgott hosszú hónapokig, ami azt jelenti, hogy én azért adok pénzt egy államnak, hogy a végén kevesebbet kap, 10 év múlva gyakorlatilag kevesebbet kapok vissza, mint most odaadok. És mi a mondat mellé? Hogy az állam minden garantál, ugye? Ez a garancia szó. Tehát pontosan erről van szó, hogy egy bizalom kérdés az egész, tehát hogy mikor kezdenek el menekülni a befektetők mondjuk a államkötvénypiacról. Tehát nyilván először a nagy rizikójú vállalati kötvénypiacról kezdenek el menekülni, amit aztán követhetnek a fejlődő piacok kötvényei, és a végén természetesen akár a dollár kötvényeket is elérheti ez a vihar, és ebben a pillanatban ezt nem lehet tudni, hogy mikor lesz, nagy valószínűsége lesz ilyen, és akkor az arany rendkívül fel fog értékelni ebben a pillanatban. Van egy kérdésem. Az emberek akár hányszor elmondták nekik, hogy ne fogjatok pilóta játékba, mert a végén lehet, hogy ti vagytok azok, akik nem kapják meg a hasznot, a nyereséget, igaz? Ennek ellen az emberek folyamatosan, mi mai napig, ha van ilyen pilóta játékszerű dolog, akkor betesznek, mert nem hiszik el, hogy velük ez előfordulhat, hogy ők is buknak egy óriásit. Na most ugyanez a bizalmi tőke működik, mert az emberek nem hülyék, látják, hogy egyre több pénz van, nyomják a nyomdak, ezt már mindenki tudja. Igen, ez egy kényszer is, mert gondolj bele, hogy itt nem csak magánembereknek a befektetéséről beszélünk, óriási nyugdíjalapoknak a befektetéséről beszélünk, tehát hozzá áramlik be a pénz, és valamit kell csinálni a pénzet, tehát valahova be kell fektetni, vele szembe elvárások vannak, például a biztosítókkal szembe,
hozamelvárások vannak, hozamgaranciákat vállalnak a biztosítók, és ehhez képest a kötvények lejjebb vannak, mint az általa garantált hozamok. Tehát vannak ilyen, ezek óriási problémák, nagyon nagy pénzekről beszélünk. Most És egyre nagyobb rizikót kell vállaljon a menedzser, a befektetési alapkezelő, ahhoz, hogy ezeket a tőle elvárt hozamokat ki tudja gazdálkodni. Tehát ez egy érdekes gondolat, hogy korábban a nagy kockázat, ugye nagy hozamot vártunk el. Most gyakorlatilag a zéro hozamért egyre nagyobb kockázatot kell felvállalni a befektetési portfólió kezelőt. Akkor nem egyszerűen aranyat venni és ülni otthon rajta, amíg fölmegy az ára? Most tudom, hogy rossz például. Az arany is egy befektetési eszköz. Uh-huh. Én úgy tekintem, tehát mint egy devizát, ami azért jó, mert általában ellentétesen tud mozogni a többi eszköz árfolyamával, tehát ha főleg a krízisek esetén. Uh-huh. Elfogadom ezt. Én azt láttam egyébként, hogy a pénz mindig valamilyen módon vagy szolgáltatásért, vagy valami anyagi javakért váltódik le a világban. Na most, hogyha egyre több ilyen könnyű pénz van, és se az ipari lobby, se az államkötvények nem tudják fölszívni, hát naponta most már úgy láttam, hogy egyébként nyomdagépeket kéne gyártanom, nem zöld tablettákat, naponta irdatlan mennyiségben nyomják a pénzt, és ugye ők szaladgálnak a nem is tudom miután. Hát nézzük meg a japán példát, nagyon érdekes, hogy a GDP 200-valahány százalékán áll az államadósság. Aha. És ugye a japán jegybank felvásárolja a japán nyugdíjalapoktól a kötvényeket, és a japán nyugdíjalapokhoz, tehát miből vásárolja fel a kötvényeket, hogy új pénzt teremt. Uh-huh. Abból felvásárolja a nyugdíjalapoknál levő japán kötvényeket, a pénz ott van a nyugdíjalapnál, és a nyugdíjalap elkezd vásárolni részvényeket. Uh-huh. Tehát ilyen saját farka körül szaladgál. Nem csak japán részvényt vesz természetesen, hanem globális nagyvállalatoknak a részvényt igyekszik megvenni. Tehát gyakorlatilag a semmiért kap valamit, mert ugye a működő vállalatok, a jól működő vállalatoknak a részvényi osztalékot fizetnek. Tehát ez egy bűvész mutatvány tulajdonképpen. Váltsunk dimenziót, én tudom, hogy a biológiához is nagyon sok között van, de erről fogsz mindjárt beszélgetni. Ugye az egész jelenlegi uzsora arisztokráciának a része, aki az uzsora kamatból próbálja meg az életét fenntartani, mert a kamat, ami ma irányítja a világot, és nem igazából a gazdasági termelés. Ez hasonlítható ahhoz, amit folyamatosan elvárnak GDP növekedés, a növekedési mámor, ami benne van minden ország életébe, egy vállalat életébe, mindenkibe, hogy ez hasonló egy szigethez, ahol korlátozott mennyiségű fa van, fű van, és viszont elkezdenek nagyon gyorsan szaporodni az állatok, és egy idő múlva a növekedés révén kipusztulnak, mert hogy már nincs hova növekedni, és a sziget, tehát maga a föld, mint olyan elfogy lehetőségként. Tehát ez maga az a szemlélet, ami folyamatosan növekedjünk, ami gyakorlatilag olyan bután működik, mint a rák az emberi testben, aki folyamatosan újabb teret akar elfoglalni, és amikor már minden az övé, na akkor veszti el a nagy nyereség legfelső GDP pontján veszti el az életet. Igen, a populáció dinamikából ismert ez, hogy egy ilyen végtelenül növekvő populáció egy összeomlik utána, és gyakorlatilag egy nagyon alacsony szintről indul el. De nem is ezt akartam mondani, hanem azért ez fontos mondat volt, ez ismételnek létezés. Hogy népesedés populáció egy ideig növekszik, és utána nagyon alacsony szintről indul újra. Hát például a lemingek, vagy ilyesmi. Teljesen mindegy, de most az emberiség másfél százalékkal. Én nem hasonlítom egy pocokhoz az embert, mint olyat, mert remélem, hogy az emberben van belátás, az emberiség vezetőibe, és tudják majd menedzselni ezeket a folyamatokat. Tehát a tudatosság, amit számon szeretnél kérni az emberiségen, és pontosan jól tudjuk, akik felelős döntésben vannak, azok nem a döntéseket hozzák meg tudatosan, hanem ha ő nem teszi, mert megteszi helyette más, és ezért tart itt a világ, ahol vagyunk. Tehát, de egy látszódik, hogy ez a kapitalista modell egy válaszúthoz kezd érkezni. Tehát most olyan szintre le kellett vinni alacsonyra kamatokat, hogy növekedést indukáljanak, ami mellett ugye ezek a magas államadósságok, hogyha elkezdenék emelni a kamatokat, és pont ez az amerikai jegybanknak is a dilemmája Fednek, hogy ma már ugye 18 ezer milliárd fölött van az amerikai államadósság. A legmagasabb a világon, igaz?
Fajlagosan nem, tehát a GDP-hoz képest nem, mert japánok például jóval magasabban vannak, de minden esetre ez egy olyan pénztömeg, hogyha itt már 1%-ot növekszik a kamatszolgálat, az egy nagyon komoly költségvetési tétel, és ugye elszívja a fejlesztésekről a pénzt, adót kéne emelni, tehát hogy ki tudja gazdálkodni, és akkor megint visszajutottunk oda, adót emelek, megint lanyhul a gazdaság, mit tud csinálni, megint pénzt kell nyomtatni. Tehát gyakorlatilag ördögi körbe kezd kerülni a rendszer, tehát ezért mondják sokan, nem én mondom, hanem hogy rendszer szintű problémák vannak, és ezeket egyre nehezebb kezelni. Tehát vagy meg lehet reformálni bizonyos szintig a rendszert, vagy valami új fog kezdődni, de nem biztos, hogy ellenőrzött körülmények között fog történni az átmenet. Én nem riogatni akarok senkit, csak ugye ezek ilyen viták, amik mennek azért a háttérben. Nézd, az EU is kijelentette, hogy ő a meglévő pénzhez nem nyomtat újabb pénzeket, és látjuk, hogy az Európai Központi Bank ennek ellenére elkezdett nem is tudom hány milliárdot havonta nyomtatni, és ezt a folyamatos lufi pénzt teszik be a gazdaságba. Tehát gyakorlatilag adósságként mindent elvisznek ettől a kisállamoktól, mint mi vagyunk. Valahol ez a pénz gyűlik, például a Fednél gyűlik, Amerikában, központi banknál gyűlik, tehát ugyanazok a kezek irányítják ezeket a fiókokat. A görögökre el kellett költeni több száz milliárd eurót. Hát ahhoz, de nézzük már meg, hogy a görögök mitől mentek tönkre. Tehát meg kellett az Amerikába idehozott döglött kötvényeket vásárolni annak idején államkötvényként, és gyakorlatilag ezt nem volt képes a gazdaság, és az uzsora kamat, az folyamatosan nő. Már csak a végét halljuk, hogy effektív abból Görögország mit kapott, na ilyen statisztikákat még nagyon nem hallok mostanában. És egyszerűen... Tehát valamilyen szinten az arany elő fog jönni. Igen, mi ebbe hiszünk, hogy elő fog jönni a történelmi hagyományok okán az aranyba vetett bizalom, az mai napig megvan. Tehát gyakorlatilag ez egy globális dolog, mert bárhova mész a világba, az arany, tehát hisznek benne, hogy az egy érték, önmagába hordozza az értékét, és ezért vissza lehet mindig nyúlni hozzá krízis helyzetekben. Volt egy másik anyag is, hogyha ugye évente 1,5%-kal nő az aranykészletek a világon, ugyanannyival, amennyi az emberiség. Igen, körülbelül. Igen, és gyakorlatilag most 3100 tonnát bányásznak most ki évente új aranyat. Oké, a műholdakkal, mindenféle eszközökkel azért látják már, hogy az aranyból bőven van. Tudod, az arany azért volt kuriózum a show után, ugye kezdve showval kereskedtek, mert létfontosságú a show, kedves néző, ne hagyd magad lebeszélni a show fogyasztásról, csak nézd, milyen show teszel, visszatérve az aranyhoz. Az arany sokkal kisebb volt, és sokkal jobban lehetett kereskedni fedezetként, a barterkereskedelmek mellé kiegészítőként. Ugyanakkor látjuk, hogy az ős bizalom, az nem a papírpénzben van, hanem az aranyba van mindenféleképpen, és amikor ez a sziget, és akkor most megint menjünk vissza a sziget példánkhoz, amikor túlnépesedés miatt, a folyamatos gazdasági növekedés miatt, tehát a lufi kidurran, akkor igenis nagyon kevés túlélő lesz ennek a világnak. Tehát ezt ki kell mondani, mert hogyha ez igaz a biológiában, igaz az élővilágban, akkor az emberiség szempontjából sem lehet más. És hogyha újból gazdaságot akarnak építeni, újból különféle közösség, tehát nem egy közösség kereskedik, akkor ugyanúgy kell egy bázisnak lenni, és az nem lehet más, mint egy ősbizalommal rendelkező fizikai dolog, és ez az arany, ami jelenleg ismereteink szerint van. Igen, hát nagyon előre mentél, remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni, de... Természetesen ugye a tudatos emberek, te mondtad, igen. Ugye a tudatos, milyen bankárok, mit mondtál, részvény, nem részvény? Jegybankárok. A tudatos jegybankárok kezében van a világ sorsa, mert ha már azokban is elveszti a bizalmát, akkor őrült módon, mint a mérgezett egér elkezd az emberiség rohangálni. És a vezető politikusok kezébe, és a nagyvállalatok vezetői kezébe. Így van, köszönöm, hogy te mondod ki ezeket. Összedől a rendszer, mert a bizalom tartja fönn az egészet a dollárban, ebben a valutában, és ez a bizalom elveszik, ahogy egyik napról másikra az itt a piros, hol a piros, meg a piramis játékok összeomolnak, ez az egész rendszer összeomlik. És ezeken a romokon kell valamit, mert újra kell éledni, és akkor hagyjuk ezt a létszámcsökkenési teóriát. Felmerült ugye, hogy a yuan beteszik az SDR kosárba, tehát a IMF által kibocsátott
pénzbe, és hogy a yuan mellé még az aranyat is bevegyék-e, vagy sem. Tehát vannak ilyen ötletelések, de semmi konkrét nincs róla. Tehát ebbe az esetben persze, hogyha egy ilyen referencia pénz sikerülne létrehozni, csak ez is az a baj, hogy a mögötte levő pénzek, azok ugyanúgy papírpénzek, tehát a dollár, az euró, a mondjuk angol font, és ugye a yuant is szeretnék beletenni. Tehát keresik a menekülő útvonalakat, hogy mi lenne a következő krízis esetén, tehát hogyha az állam kötvényekbe is megjelenne a bizalom, és mindenki egyszerre akarná adni az államkötvényt, ugye akkor hát egyrészt nem tudni, hogy mit vennének belőle, te dollárt. Nyilván az arany ilyenkor nagyon hirtelen előjönne, de gyakorlatilag ma az nyilván nem egy járható út, hogy a pénzek mögé aranyfedezetet tegyenek. Tehát eleve nem, mert annyi pénz van, hogy lehetetlenség. Tehát nincs annyi arany a világon, nem is lehet annyit bányászni, tehát valamilyen korlátozott aranyfedezet elképzelhető, mondjuk 7-8, akár 10%-ig felvinni, de ez is jelenleg utopisztikusnak tűnik. Most mennyi egyébként? Szerinted? Ugye nem tudjuk hát megbecsülni amit, a aranykibocsátást, vagy a pénzkibocsátást? Olvastam, hogy a világ összbefektetési állományának körülbelül jelen pillanatban ilyen 2-2%-a lehet aranyban. Uh-huh. 1,5-2%-a. És akkor nem tudom, hallottad ezt a hírt, hogy valamiért a Fed biztonsági trezorjaiba tartják a nemzet aranyait, például Németország, például Franciaország, habár ők a De Gaulle visszahozta a 71-ben okos volt, és ezek az aranykészletek most, hogy szeretnék visszakérni, nem találják őket, nem tudják visszaadni. Milyennek az, hol van a világ aranya szerinted? Hallottál ilyen híreket te is? Hát ugye ez pár évvel ezelőtt már felrepentek ezek a hírek, hogy a Fed trezorjába tárolt aranyak esetleg kölcsön vannak adva, és ezért elkezdtek a politikai erők helyben nyomást gyakorolni a kormányokra, hogy kérjék vissza. Na most ez történt ugye Ausztriába, Németország, Hollandia, Belgium, és el is indult egy ilyen visszaáramlás. A németeknél ugye ott egy nagyon-nagyon lassú ilyen visszaszállítás kezdődött, amit úgy tudom, hogy aztán meg is álltak vele. Nincsen. Nem lehet igazából megmagyarázni, miért. Azt mondták, hogy jó helyen van az ott. Mindenesetre azért egyre érdemes felhívni a figyelmet, hogy pont most nézegettem, hogy a Londonba tárolt arany mennyisége ugye 9000 tonna volt 2011-ben, amiből körülbelül 6000 valahány száz tonna volt a Bank of Englandnál. Ugye a Bank of Englandnál tárol rengeteg jegybank aranyat, és ugye onnan is el akarták hozni. Na most per pillanat már csak 6000 tonna van Londonban különböző, és ebből körülbelül 5000 tonna lehet a Bank of Englandnál. De érdekes, hogy... Tehát 3000-re csökkent 4 év alatt, ez ugye egy 3000 tonna, az pont körülbelül egy évi globál kitermelésnek számít. Most ezzel szemben viszont Kínába, ugye a Shanghai fizikai aranytőzsdén, folyamatosan hívják le az aranyat, tehát folyamatosan áramlik nyugatról, a nyugati civilizációból, így mondjam, keletre, India, Kína, ott a környező államok szinte úgy aranyfelvevőknek számítanak, tehát áramlik az arany át keletre, Kína ebből a szempontból nagyon élen járt, és nagyon meglepő volt, hogy a korábbi 1040 tonnához képest, amit utoljára 2009-ben deklaráltak, most nyáron 2015, azt hiszem július végén vagy augusztus elején jöttek ki egy új számmal, 1600 tonna aranya van hivatalosan Kínának. Sokkal-sokkal többre gyanakszanak az emberek, mert az a rengeteg arany, amit átszállítottak oda, nem csak a lakosságnál landolt, hanem valószínű valamilyen kínai hatóságoknál, tehát nem biztos, hogy pont a jegybanknál, de akkor máshol tárolják. Tehát ők szeretnének tehát olyan jövőt szeretnék egy globális pénzét tenni,
ennek nagyon sok megnyilvánulása volt, ugye ázsiai fejlesztési bankot hoznak létre tulajdonképpen, és a yuan mögé szeretnének aranyfedezetet egy bizonyos százalékban, tehát itt sem arra kell számítani, hogy a 100%-os aranyfedezet, bizonyos százalékban legyen aranyfedezet, pont azért, hogyha a yuant egy globális pénzét teszik, és gyakorlatilag már például egyébként az MNB is ugye elkezdett Magyar Nemzeti Bank yuan kötvényeket vásárolni, növekedjen a bizalom a yuannal szembe. Tehát ez az átáramlás, az aranynak az átáramlás, ez nagyon látványos. Tehát valószínűleg, hogy akkor oda szipkázódott be a világaranya. Folyamatosan, mai napig is áramlik. Ugye azt mondják, hogy a kínai gazdasági lassulás, amitől hangos megint a pénzügyi sajtó manapság, ezt le fogja lassítani. Jelen pillanatban ez még nem annyira látszódik. Utazzunk át egy édes pici országba, itt Európa szívében, Magyarországra, és statisztika van mind a kettőnk kezébe, ami számomra azt mutatja, hogy a nagy krízis idején 2008-2009-ben elég komoly aranyfelvásárlás volt elég magas áron. Erre mondottam mindig, hogy krízis idején nem szabad aranyat vásárolni, hanem mindig a nyugodt időben. De ugyanakkor a forint gyengülés, az dollár emelkedése kapcsán mutatjuk a kedves nézőknek is a statisztikát, hogy mégis, aki befektetett aranyba akkor, a maha forint szempontjából nézzük, mert mindig nyereséget tud ilyen alacsony szinteknél is biztosítani magának. Hogy működik ez? Tulajdonképp arra hívnám fel a figyelmet ezzel a grafikonnal, hogy bár dollárban számítva az arany árfolyama ugye csak 2011-ig növekedett, 2011. szeptemberig, és azóta egy medvepiac kezdődött, tehát egy árfolyam csökkenés. Ezt a medvét magyarázd el nekem. A medvepiacnak hívják a lefelé menő trendet, a felfelé menő trendet pedig bika piacnak a tőzsdén. Tehát gyakorlatilag az látszódik, hogy az arany hosszú távú grafikonján maga az emelkedő trend dollárban sem tört még meg, viszont ha rövid távon nézem, a rövid távot mondjuk az elmúlt 6 évet nézem, akkor volt egy csúcs, és azóta lefele jön. Most ennek a lefele jövő résznek egy ilyen alsó kis oszcilláló részébe került be az arany, ami elképzelhető, hogy innen megint elindul fölfelé. De most 1090 körül volt nyáron az alja, most olyan 1140 körül vagyunk a mai beszélgetés idején, dollárban, és elképzelhetőnek tartom, hogy az idén még megnézzük 1200 fölötti árfolyamokat, aztán a jövő tavasszal mi lesz, ugye az megint kérdés, mert van egy bizonyos éven belüli periodicitás az arany mozgásában, tehát azt lehet mondani, hogy nyáron általában olcsóbb az arany, ősszel megy egy kicsit fölfele, és akkor úgy március végétől kezd lefele jönni. Viszont visszatérve a forintra, a forint ugye folyamatosan gyengül a dollárral szemben, ahogy erősödik a dollár értelemszerűen az euróval szemben, ugye mivel mi általában az euróval együtt mozgunk, bár egy kicsit gyengülünk azzal szemben is. Tehát azt lehet mondani, hogy ha valaki forintba nézi az arany megtakarítását, akkor egyáltalán nem járt rosszul. Kivéve, hogyha mondjuk 2011 év végén és 2012 év elején vásárol. Tehát ebben az időszakban, amikor egyrészt az arany is nagyon magas volt, és a forint meg nagyon gyenge volt, és akkor esett ez a bizonyos nyugdíj kasszapánik, pénzmenekítés Magyarországról külföldre, tehát akkor nagyon sok pénz megindult innen, kiáramlott, és begyengítette a forintot, és aki ebben a pánikban, sajnos nagyon sok ügyfél ebbe a pánikba vásárolt, és azok mai napig veszteségben ülnek. Viszont aki, és ezért fontos ez a kis alsó vonal, aki amikor visszatér ez a igaz emelkedő trendvonalhoz az arany forintban,
de aki e környékén tudott vásárolni, az gyakorlatilag mindig jól tud járni. Tehát van egy hozama, pont mondjuk a 2014 az extrém jó volt, a 2014 január 1-hez 2014 december 31, azt hiszem 18% körüli hozamot hozott aranyban, nyilván itt a tranzakciós költségekkel nem számolva, tehát ez extrém jónak számít. A 2015-ben én kicsit szkeptikusabb vagyok, de úgy gondolom, hogy a aranyforintban számított hozam megint magasabb lesz jóval a magyar államkötvények hozamánál. Kicsit menjünk már bele ebbe a dologba, hogyha sokaknak az arany az nem több, mint egy jegyűrű, egy nyaklánt, ez az, amit hogyha értékesíteni akar, beviszi az acba, és akkor mit tudom én, tört aranyáron értékelik föl, és annak egy részét kapják. És ezzel szemben ugye a befektetési arany, amit egy spéci helyen adnak ki, és akkor erről is beszéljünk, hogy mi az, amit a világon mindenütt elfogadnak, beviszem bármilyen bankba, megnézik az árfolyamot, levonják azt, amit tudom én rá, tehát elmondod majd, és az bármilyen országban, bármikor pénzé váltható, és amikor a papírpénzek egy kicsit rosszul lesznek, és akkor nem negatív vagyok ebbe a dologba, ez mindig bárhol, bármelyik országban repülőjegyé, kajává, bármilyen változtatható. Tehát ezt igen, van egy fontos dolog, hogy gyakorlatilag aranyból befektetési aranyminőséget érdemes venni, az ugye 4-9-es, így hívják, 4-9-es tisztaság, tehát gyakorlatilag alig van egyéb anyag az aranyon kívül, kivéve néhány érmét, ahol például Krugerrandban ott ugye körülbelül 10%-nyi egyéb anyag van, de ez egy tudott dolog. Na most mit érdemes venni? Tehát olyan aranyformát érdemes venni, amit globálisan minél jobban ismernek, aminek van egy minősítési procedúrája. Most ebbe a körbe ugye meg kell említeni a London Bullion Market Association, lbma.org, ez a londoni nemesfémkereskedők szövetség. Egyébként ma már nem csak nyilván brit tagok vannak, hanem globálisan egész világról vannak tagok. És ez a szervezet hoz létre egy listát, amit úgy hívnak, hogy Gold List, vagy Good Delivery Listnek is mondják angolul. És amely finomítók ezen rajta vannak, azoknak a termékei, itt a 400 unciás aranyrúdra gondoljuk, azok beszállíthatók a londoni fizikai nemesfém piacra, tehát elfogadja az ő gyártmányukat a piac. Na most mi csak, gyakorlatilag csak ilyenekkel foglalkozunk, bár mindenféle aranyat megvásárolunk, de jellemzően ezeket ajánljuk ügyfelének, hogy ezekből vásároljanak, és itt is a svájci gyártóknak a termékeit, 5 svájci gyártónak a termékeit ajánljuk, ebből 2-vel foglalkozunk nagyobb volumenben, és az érméket. Az érmékről külön kell beszélni, mert itt ugye a legnagyobb pénzverdéknek a termékeiről beszélünk, tehát az ausztrál pörsz, mint akkor a kínainak van a pandájuk, akkor amerikaiaknak van az a szabadság érme, van a buffalo, az osztrákoknak ugye a bécsi félharmonikus, és tulajdonképp még a Krugerrandot mindenképp, meg a kanadai juharlevelet, angol maple leaf, tehát mindenképpen ezeket bele kell venni. És ezek azok az érmék, amit minden aranykereskedő bárhol a világon ismer, és beviszi hozzá az ügyfél, és gyakorlatilag egy perc alatt látják, hogy ez záró rendben van, el tudják dönteni, és meg is kell, hogy vásárolják. Na, kicsit hagyd kérdezek, ugye azért elég hangos a magyar sajtó, és több nyilatkozatot olvastam ezzel kapcsolatban, hogy a tömb aranyokat azért itt-ott a világban hamisítgatják, hasonló fajsúlyú anyagokkal utána bevonják aranyat, stb. Ha én egy 100 vagy legyen egy 10 g-os lapka aranyat beviszek, amit például Svájcban csináltak, meg egy gyönyörű kis hologramos kis tokba ellátom, berakom a bankba, azt nem fogják valószínűleg megfurkálni, illetve ez egy kérdés akart lenni. Ugyanakkor az érme, ami sok esetben itt a kezedbe elfér, és úgy viszed, vagy van egy kis műanyag tokja, nem ugyanaz a csereszabatos dolog. Tehát a bankok mennyire vannak arra felkészülve, vagy a pénzváltók, hogy ki tudják szűrni a hamisított aranyakat, és akkor egy ilyen általad említett garantált... Hát igen, ez létező probléma, és nyilván ami érték, azt megpróbálják hamisítani. Mindig így volt a világban. Ha festményre gondolunk, ha pénzre gondolunk, mindig így van.
Szoktam is mondani, hogy valószínűleg sokkal több hamis dollár van forgalomban, mint hamis arany, de a hamis aranynak a felismeréséhez egyrészt szakértelem kell, tehát most durva túlzásra, most a piacon árul valaki aranyot egy másik embernek, az nem biztos, hogy attól kell venni. Tehát jobb egy szakcégtől vásárolni. Most eladásnál tartunk. Igen. Megszabadulni. De ha... Tehát ezek a problémák miatt hoztak létre olyan műszereket, amikkel ezek kiszűrhetők, teljesen jól. Tehát nyilván ezek nem olcsó műszerek, mi is kénytelenek voltunk ilyeneket vásárolni. A nagyobb rudaknál ott ultrahangot használunk, tehát ugyanúgy ez a zselé, rámegy a fej, az olvasó fej, ami a visszatérő hangot olvassa, és akkor kirajzolja azt a vastagságot, amit le tud mérni, és ugye itt a legnagyobb veszély, hogy wolfram mag van elrejtve az aranyba, ezt ki kell tudni szűrni, ezt ezzel a műszerre teljesen jól ki lehet szűrni, és van egy másik, a becsomagolt lapkákra, amit említettél, hogy azt ugye úgy forgalmazzuk, hogy nem csomagoljuk ki, hanem úgy fogjuk megvásárolni, hogy becsomagolt állapotban. És ezt a bank elvileg elfogadja, igaz? Tehát nem fogja megfogni, vagy ultrahangozni? Én azt mondom, hogy egy közönséges bankfiók nem biztos, de egy szakkereskedő az biztos. Uh-huh. Tehát vagy tudok olyan rendszerről, hogy egy bankfiókba le kell adni az árut, az felküldi a központba, ott megnézik, és utána a bankszámlájára ráteszik a pénzt két nap múlva. Aha, tehát ez egy működő rendszer, tehát teljesen jól működik. És van egy mágneses mérleg, ezt akartam befejezni, ezt a gondolatot, hogy ezzel pedig az érméket szoktuk nézni, meg ezeket a becsomagolt lapkákat, és ez teljesen jól kiszűri ezeket a problémákat. Mágneses mérleg? Mágneses mérleg, de másképp mágneseződik a wolfram, mint az arany. Nyilván ennek egy komoly fizikai háttere, ezt ugye mi csak egy kalibrált eszközt kaptunk, ami ez egy táblázat, hogy melyik arany hogy kell viselkedjen ezen a mérlegen, és ezekkel működik. Na most természetesen azok a jó öreg trükkök is nagyon jól működnek, hogyha megpörgeti az ember, már a pengéséből lehet hallani, de ez megint szakértelem kell. Egyébként ki lehet szűrni már hallásra is. Tehát aki sokat pörgetett, vagy ugye ilyen gránitlapra leejtjük az élményt, teljesen jól lehet hallani, annélkül, hogy megfúrnak. Természetesen, ha bármi probléma, már gondol az ember, vagy gyanú van, akkor jönnek a durvá vizsgálatok, hogy megfúrni, a furat mintát elemezni, ne adj Isten átolvasztani az egészet, úgy, hogy van. És akkor ugye, ahogy homogenizálódik az anyagot, minden kiderült, és utána bekerül egy röntgen gép alá, ami a homogenizált mintának a felszínét meglövi, és az kiírja, hogy ebbe hány gram arany van, hány gram ezüst, hány gram réz, platina, palládium, amit kér az ember. Uh-huh. Tehát ezek ma már működnek, csak hát ez nyilván pénzbe kerül. Uh-huh. Illetve hát, hogyha a roncsolásos a vizsgálat, tehát fúrás vagy átolvasztás, akkor nem kapja vissza azt az árut az ember. Ugye azt a mennyiséget csak a pénz. Nagyon kicsit veszít csak a súlyából. Tehát nem, inkább az, hogy ilyen 2-3%-kal kevesebbet fog érni, mint mondjuk egy ilyen lapka. Uh-huh. Jó, hát a kedves nézőm, hogy eldönti, hogy ha van egy kis, ugye rengeteg ingatlant vesznek, most megint megy fel az ingatlanok ára. Mert hogy ez pont ugyanaz a probléma, hogy mibe fektessék a pénzüket az emberek, ha nincs kamat a bankba. Uh-huh. Ilyenkor jön az ingatlan, a bérbeadható ingatlan, a bérbeadásra játszik most mindenki. Nem véletlenül a Budapest belvárosi lakások mennek fel, hiszen jönnek a turisták, és veszik bérbe akár néhány napra, vagy akár 2-3 hétre. És ez hajtja, ez gerjeszti ezt a piacot. És valószínűleg az adója is meg fog emelkedni hamarosan a bérlakások. Hát az állam az éhes, tehát előbb-utóbb kiveti a hálóját arra, ahol van pénz. Ez természetes dolog, tehát ezt be kell kalkulálni. De egyébként az ingatlanban én is hiszek, tehát jónak tartom. Egyébként a jól kiválogatott részvényekbe is nagyon hiszek, csak az időzítés. Ott az időzítésben nagyon-nagyon okosnak kell lenni, vagy szerencsésnek, mert könnyen elcsípheti a piac tetejét az ember, hogyha azért vásárol, mert hogy,
hogy neki most kell, tehát egy nyugdíjalapkezelőre gondoljunk, aki az áramlanak be a pénzek, és neki vásárolnia kell. És függetlenül attól, hogy most nagyon magasan állnak a részvény árfolyamok, ő esetleg be kell fektesse. Utolsó ezért kérdés. Szokták limitálni a nyugdíjalapoknak a részvénybefektetési lehetőségeit. Uh-huh. De nem tudják limitálni a kötvénybefektetését, hiszen az államkötvényekben neki benn kell tartani a pénzt. És pont ez a probléma most, hogyha az egész rendszer alapját jelentő államkötvénypiac borul, akkor van igazán nagy baj. Egy nagy pontot kellett volna ide tenni. Az a lényeg, hogy optimisták vagyunk, és abban remélhetünk csak, hogy rájönnek, hogy ez a folyamatos növekedés nem tartható, mert kiluffan a lufi, és a föld egy lufira hasonlít, tehát ezt így ki kellene hagynunk. Akinek van egy kis pénze, vagy nyugdíjalap is, nem is tudom, miért nem aranyat vásárolni, de gondolom aranyat is vásárolni. Magyarországon nem vásárolhatnak. Nem vásárolhatnak. Van a például amerikai nyugdíjrendszernek része előtakarékosságnak, aha, hogy vásárolhat Amerikában vert aranyérméket. Egy nagyon jó rendszer, nálunk is nagyon jó lenne, mert ez egy adókedvezmény járul, és forszírozza az állampolgárokat, hogy legalább egy részét a befektetéseiknek aranyba is tartsák. Ha már a Surányi György úr eladta az összes aranyunkat pár évvel ezelőtt, de ez most nem ez a műsor, ahol ezt értékeljük vagy bíráljuk, de lényeg az, hogy Magyarország is sokkal jobb lenne, hogyha a Magyar Nemzeti Bankban fölhalmozott milliárdokért, ezer milliárdokért mondjuk ő is venne fizikai aranyat, és azzal növelne az államkasszát. Ez megint nem a műsorunknak a része. Én rengeteget tanultam most is tőled ebben a műsorban. Ha majd egyszer lesz egy kis pénzem, akkor elmegyek hozzád aranyat venni. És a kedves nézőknek is azt ajánlom, mert itt egy gramtól egy kilóig bármit lehet vásárolni. Tehát mindenféleképpen, ha már van egy kis pénz, akkor ne gyűrűbe tegye, hanem olyan aranyba, amit hosszú távon bármilyen helyen elfogadnak és beváltanak, mert az aranyon, a gyűrűn csak bukni lehet, mert körülbelül negyedét kapja. Van rajta áfa egyfelől, másfelől a marzsa, mivel hogy ékszer nagyon-nagyon magas ahhoz képest, hogy ezeken a lapkákon, vagy akár egy 100 g-os arany rudacskán gyakorlatilag egy néhány százalékos marzs, amiben benne van a kereskedőnek a szállítási költsége, biztonsági kockázata, a maga a produktum előállításának költség, és persze a marzs is, amit a kereskedő kell rajta realizáljon. Igen, akkor az ékszer aranyon, a fazonítás, minden rajta van, amit egyébként soha nem kapom meg, amikor el akarom adni. Mert... És ráadásul, amikor azt mondják, hogy egy aranykereskedő drágán adja az aranyat, azért arra is kell gondolni, hogy nekünk akkor is kell készletet tartani, amikor lefele jön az árfolyam. Hát 2011-től kezdve, mondjuk forintban nem jött annyit le, de dollárban azért elég sokat lejött, akkor is kell készletet tartani, amikor lefelé jön az árfolyam. Tehát tegnap megveszed, és tudod, hogy ma olcsóban adod el, mint tegnap megkaptad. Sokszor előfordult, hogy megvettük, vagy feltötti az ember a készletet, és lejjebbi áron adja el, mert belép az utcára a vevő, nem mondhatom neki, hogy én tegnap előtti áron akarok veled üzletelni, mai áron kell, sőt, abban a másodpercben, ami árfolyam van, abban a másodpercben azon fogunk vele üzletelni. Még egy mondat, aztán ezt tőlem fogadják el. Juhász Gergely úr, azt az embert ismertem meg, akit körülbelül 10 éve ismertem meg, és ma ugyanazon a helyen van, de most általában ebben a világban mozgok, igen sokat elmozdulnak különféle irányokba, vagy a melegebb égtájra, vagy a hűvösebb égtájra. Tehát, hogy ez az, hogy konklúd, ez szerintem ez ma már bizalom nagyon sok ember részére. Ez most a saját véleményem volt, ezt nem kértett, hogy én ezt elmondjam. Milyen is ritka van, és azért is mertem ide a VNTV-vel elhozni, hogyha ilyen gondolatuk van, akkor nyugodtan a konklúdhoz fordulhatnak. Én megköszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Juhász Gergellyel beszélgettünk, a Konklúd ZRT vezérigazgatójával. Gondolkozzanak ezeken a dolgokon, sokkal többről volt szó, mint aranyról. A jövőnkről van, a közeljövőnkről van nagyon keményen és élesen szó ebben a műsorban. Osszák, gondolkozzanak és beszéljenek róla. Viszontlátásra. Köszönöm. Szeretné családtagjait otthonában gyógyítani? A Széflézer segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Széflézer a családgyógyító fénye.
Részletes információ www.szeflaser.info.